A Merkantil Bank Liga második fordulójában mutatkozott be hazai közönség előtt az edzőváltáson átesett Szent Lőrinc labdarúgó csapata. Az ellenfél az élvonalból kiesett MTK gárdája volt. Jobban kezdték a találkozót a vendégek. Rögtön az első percben Németh Krisztián be is talált, de lestítélt a játékvezető. Majd Futács tette vissza a labdát az érkező Lehockinak. Lapos lövését Prokop magabiztosan fogta. A 12. percben aztán az első szép Szent Lőrinci támadás végén Daróczi adott kiváló labdát Németh Eriknek, aki jobbról 10 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot, így vezetést szereztek a piros-feketék. Rögtön ezután Futács próbálkozása után a bal alsó mellett szállt el a labda. A 18. percben erdélyi lövését blokkolta Szépe, a labda Rétyihez került, aki a kapu bal oldala mellé ollózta azt. A 33. percben egyenlített az MTK. Bognár löbbölte a labdát gyönyörűen Németh Krisztiánnak, aki kilőtte a bal alsót. A 39. percben Bognár hozta helyzetbe Futácsot, aki balról éles szögből lőtt, Prokop a rövid saroknál bravúrral védett. A játékrész hajrájában Rétyi tette vissza a labdát Daróczinak, aki 16 méterről a kapu bal oldala mellé csavart. A fordulás után nem sokkal Futács fordult le védőjéről, majd balról ellőtte a labdát a kapu előtt. Az 59. percben vették át a vezetést a vendégek. Egy visszagurított labdát Nagy Zsombor 11 méterről a kapu bal oldalába lőtt. 3 perccel később növelte előnyét az MTK. Stíber Zoltán 14 méterről a kapu jobb oldalába helyezte a labdát. A 64. percben Futács fejesét követően Prokop a gólvonal előtt fogta meg a labdát, majd Kovács Máté lövését védte a házigazdák kapusa. A 78. perctől kezdte ledolgozni hátrányát a Szent Lőrinc. Csörgő kapott remek labdát, helyzetbe hozta magát, majd jobbról a hosszú alsóba gurított. Ezután Stíber lőtt jobbról középre, de Prokop hárított. Aztán a 80. percben beállították a 3-3-as végeredményt a vendégek. Mervó szlalomozott gyönyörűen a vendégvédőben között, majd Hajszál pontosan kilőtte a bal alsót. A 89. percben még Kovács Máté lőtt kapura 20 méterről, de Prokop védett. A 91. pedig Csillus szabadrúgásból csörgőhöz ívelte a labdát, aki a kapu bal oldala mellé fejelte azt. Jeremiás Gergő csapata tehát egy pillanatra sem adta fel a küzdelmet, és a 3-3-as végeredménnyel egy pontot otthon tudtak tartani. Nagyon jól kezdtük a találkozót, már az első pillanatban nyomatékosítottuk azt, hogy mi az, amit szeretnénk játszani, aztán természetesen az MTK egy picit fölénybe került a vezető gólunkat követően, és nyomást helyeztek ránk. Ezt teljesen természetes módon tették meg, hiszen a osztály egyik legjobb csapata, azt követően is próbálták folytatni ezt a nyomást, és ez a második fél időre góllá érett sajnos számukra. És erre még hibát-hibára dobtunk, ami nem fordulhat elő velünk, ezt ki kell javítanunk mindenképpen, viszont végig hittünk abban, hogy ebből pontszerzés lehet, én a fél időben is azt mondtam, hogy ebből egészen biztosan lesz legalább egy pont, jobban örültünk volna, hogyha sikerül nyerni, de természetesen nem vagyunk elégedetlenek, hiszen pontosan tudjuk, hogy ki ellen játszottunk.